A megemelkedett üzemanyagárak rendkívül nehéz helyzetbe hozták a magyar dolgozókat, kiváltképpen azokat, akik valamilyen kis településről vagy falvakból járnak bedolgozni egy-egy nagyobb városba. Ugyanis azt tudva levő, hogy évek óta ritkítják a tömegközlekedést, így előfordulhat az is, hogy például egy munkavállaló, aki délutános műszakba van beosztva, egész egyszerűen nem is tud másképpen hazajutni este csak autóval, ugyanis nincsen már busz. De ha még meg is oldja, hogy például reggel vagy délután a tömegközlekedést használja, a ritkítások miatt sok esetben ez olyannyira irreálisan sok időt vesz el, hogy az gyakorlatilag a magánéletének a rovására fog menni, a családja issza meg a levét. Az ismeretes, hogy évek óta 15 forint per kilométer az az összeg, amelyet adómentesen egy munkáltató utazási hozzájárulásként adhat az alkalmazottjának, és nagyon fontos, hogy ezt a munkáltató fizeti, tehát kvázi közvetlen költségébe nem kerülne az államnak, csak egy módosítást kellene megtenni, hogy megemeljük ezt a 15 forintot, a Mi Hazánk mozgalom szerint legalább 40 forint per kilométerre ezt meg kellene emelkedni, azért ilyen nagy mértékben, mert már a 480 forintos hatósági üzemanyagárak tekintetbe véve is alacsony volt ez a 15 forint, úgy meg, hogy így megnövekedtek az üzemanyagárak, gyakorlatilag alig elég valamennyire. Egy példával szeretném szemléltetni, amelyet a valóságból veszek, hogy érthető legyen, hogy miről is van szó. Például tételezzük fel, hogy van egy munkavállaló, akinek 30 kilométerre van a munkahelye, tehát kétszer 30 kilométert autózik naponta, ez munkanapok számától függően 1200-1300 kilométert jelent neki egy hónapban. Vegyünk ehhez egy 7 literes átlagfogyasztást, és nézzük meg, hogy a 480 forintos hatósági áruüzemanyaggal ez mekkora összeget jelentett neki egy hónapban, durván 40-44 ezer forintot, a 15 forint per kilométer pedig ebből mintegy 18-19 ezer forintot fedezett. Most nézzük meg nagyjából a mostani árakat egy 650 forintos benzinár és egy 700 forintos gázolajár esetében. Egy benzinautó esetében ez az összeg 54-59 ezer forintra rúg, dízelautó esetében pedig 58-63 ezer forint is lehet, és ebből, hogyha 18-19 ezer forintot tudnak csak téríteni, az rendkívül kevés. Arról nem is beszélve, hogy akik távolabbról járnak be dolgozni, ők az ő esetükben még nagyobbra nyílik ez az óló, úgyhogy a Mi Hazánk mozgalom szorgalmazza, hogy 40 forint per kilométer lehessen az a támogatás, amit a munkáltatók adómentesen adhatnak a dolgozóiknak. Ez a 40 forint, ez igazság szerint én azt gondolom, hogy csak infláció követő, illetve a megemelkedett árat követi, tehát semmivel nem kapnánk többet a munkavállalók, csak nem kéne többet a zsebükből hozzátenni. Ismerjük mindannyian a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás című számot. Hát ez úgy néz ki vidéken, hogy 8 óra munka után, hogyha valaki nem autóval jár munkába, akkor 8 óra utazás következik, hiszen a járatritkításoknak köszönhetően a vidék sínylette meg ezt is, hiszen egészen egyszerűen van, hogy nincs is közvetlen járat mondjuk egy adott kis településre, egy gyártól vagy egy munkaadótól. Ez azt eredményezi, hogy több átszállással, több óra várakozással csak tud csak eljutni az ember a munkahelyére, vagy onnan éppen haza. Éppen ezért azt gondoljuk, hogy megint a vidék sínli meg az üzemanyagár emelkedés, mint ahogy a hatósági árat is a vidéki emberek voltak azok, akik kénytelenek voltak negatívan átélni, hiszen amikor hatósági áras volt az üzemanyag, akkor általában nem volt üzemanyag, ez nehezítette meg a dolgukat, hiszen voltak olyan üzemanyagtöltő állomások, ahol 2 litert lehetett tankolni, ami azt jelenti, hogy esetleg még munkába el tudott menni otthonról ez az üzemanyag mennyiséggel, de haza már biztosan nem érkezett vele, illetve hát most a megemelkedett árak miatt a fizetések nem követik sajnos ezt a differenciált mozgást, ami azt eredményezi, hogy az egyébként is egyre kevesebbet érő pénzünk, az még kevesebbet ér, és az emberek eddig is egyre nehezebben jöttek ki a fizetésükből, ez most hatványozva igaz, és egész egyszerűen egy idő után a vidék elnéptelenedéséhez fognak vezetni ezek az intézkedések. Hiába hirdetett meg a kormány magyar falu programot, hogyha lassan nem lesznek magyar falvak, hiszen az ottani lakosság urbanizálódik, és megpróbálnak a munkahelyükhöz közeli településre költözni, és onnan próbálják elvégezni a feladatukat, a munkájukat és a biztos egzisztenciájukat megteremteni. Éppen ezért a Mi Hazánk mozgalom azt gondolja, hogy a tömegközlekedés és
és vidéken feltétlen nagy hangsúlyt kell fektetni, újra kell gondolni, hiszen ez a válságos időszak, mind az üzemanyag hiány, mind az áremelkedése arra világított rá, hogy a tömegközlekedés az nem egy elavult közlekedési forma, hanem egész egyszerűen újra kell gondolni, és újra kell értelmezni, és a vidék lakosságát is segíteni kell abban, hogy a fizetéséből minél inkább meg tudjon élni, és minél inkább ki tudjon jönni.